Mindannyiunknak ősi öröm a sebesség szédítő mámora, de a gépkocsik vezetőjét nem védi a zárt pálya biztonsága, csak saját önuralmuk. Sokak előtt a versenyek izgalmai, a bőgő motorok és a csikorgó gumik jelképezik igazán az autózás örömeit. A feltűnési vágynak, a fiatalok bátorságának is nem egyszer a sebesség a kifejezője. Pedig aki abban bízik, hogy a szép autó, az erős karosszéria és hatalmas önbizalma megóvja az indokolatlanul nagy sebesség kockázatának veszélyétől, az nagyon téved. Érdemes-e minden áron gyorsan hajtani? Erre ad választ a következő kísérlet. A gépkocsiba szerelt pulzusszámláló készülék a gépkocsi vezető szívdobogását menet közben méri. Ez a műszer pedig a gépkocsi fogyasztását jelzi. Mindkét kocsiban működnek ezek a műszerek. Furcsa verseny kezdődik, ahol csak az egyiknek, a piros kocsinak szabad rohanni, míg a másik, a fehér kocsi, kizárólag a forgalom ritmusának megfelelően és a közlekedési szabályokat betartva haladhat. A feladat 100 kilométert megtenni a legkevesebb szívdobogással és üzemanyaggal. Persze az idő sem mellékes. A menetidőt stopper óra regisztrálja. A piros kocsi az élre akar törni, és már is veszélyes előzésbe kezd. A vezető pulzus száma növekszik. A sebesség túllépésével és erőszakos előzéssel elhagyja a fehér kocsit a biztos győzelem reményében. Ennek a manővernek azonban ára van. 6 deci benzin és emelkedő pulzus szám. A rohanó vezetők nem gondolnak arra, hogy a gyorsaság igénye ellentétes a biztonsággal. Nagy sebességnél minden pillanatban szinte elkerülhetetlen veszély leselkedhet a gépkocsi vezetőre. 110 km-es sebesség, 120-as pulzus, hajmeresztően kicsi követési távolság. Elég, ha egy kikanyarodó kerékpáros miatt az élen haladó egy pillanatra a fékre lép, a helytelen fékútbecslés miatt a mögötte haladók már hiába fékeznek. Most a vezető jó reflexe még elkerülte a veszélyt, de a vesztessége jelentős. 135-ös pulzus, 12 deci benzin és legalább 2 perc időveszteség, hiszen az egyenletese haladó fehér kocsi már utol is érte. A piros kocsi vezetője be akarja hozni a lemaradást. Ez persze sokba kerül neki. A sebességgel együtt növekszik a kockázat, a pulzus szám és a fogyasztás. Hagyjuk, hadd menjen. Még találkozunk vele. A biztonságos sebesség megválasztása az ívekben is nagyon fontos. Az a tapasztalat, hogy kevesebb a pálya elhagyásból származó baleset hegyvidéki kanyarokban, mivel itt a vezető megszokja és számít az egymást követő kissugarú ívekre. Sokkal veszélyesebb a hosszú, egyenes szakasz után következő, nagyobb sugarú ív. Ha itt a vezető túl nagy sebességgel megy bele a kanyarba, akkor fékezni kénytelen, és ezzel a maradék oldalvezető erőt is elhasználja és kisodródik.
Kritikus pillanat, 120-as pulzus és jelentős időveszteség. Szerencse, hogy nem volt fa az út mellett. Minden olyan helyzet, amely a járművezetőt sebességének hirtelen csökkentésére kényszeríti, stressz hatással jár. A veszélyérzet során felgyülemlő feszültség a szervezet természetes reakciója. Ez még nem lenne baj, de a járművezetők egy része mesterségesen is fokozza ezt a feszültséget. A sietség vagy a dirtuskodás alaposan igénybe veszi az idegrendszert. A száguldó piros kocsi már ismét megelőzte a fehéret. Ilyen feszült állapotban a fokozott sebesség mellett nehezebb kivédeni az úthibákat, vagy a váratlan forgalmi helyzetből származó veszélyeket. Ilyenkor a pulzusszám mindig jelentősen megemelkedik, a stressz állapot fokozódik. Létezik azonban egy olyan optimális sebesség, amelynél az utazási idő meghosszabbodása még elviselhető, de a biztonság jelentősen növekszik. A fehér kocsi a forgalom ritmusának megfelelően közlekedik. Izgalom nincs, a pulzusszám normális, a fogyasztás optimális. Persze a túl lassan haladás sem jó, akadályozza a forgalmat, előzésre provokál. De nem csak a gyors hajtás hat az idegrendszerre, hanem a várakozás is, amikor a kocsisor megakad, se előre, se hátra. Ha ez a megtorpanás egyeseknél késéssel is fenyeget, bizony nagy adag indulati feszültség halmozódik fel. Emelkedik a pulzusszám, ingadozik a vérnyomás. Ha végre megindul a kocsisor, a felgyülemlett indulattól vezérelve ismét rohanásba kezdenek a kocsik. Pedig minél nagyobb a forgalom, annál kevesebb a lehetőség az előzésre, és előfordul, hogy egy-egy kierőszakolt veszélyes előzéssel csak egy-két gépkocsival jutunk előbbre. Gyorshajtás a városi forgalomban is sok veszéllyel jár. A közlekedésben szinte percenként elkövetett szabálytalanság állandó stressz állapotban tartja a vezetőt. A kutatóorvosok véleménye szerint az erős stressz hatás párosulva az alacsony idegi tűrés határral hormonális és szervezeti elváltozásokat is okozhat. A megengedettnél nagyobb sebességgel haladó gépkocsi különösen veszélyes a gyalogosokra, akik képtelenek pontosan felbecsülni a közeledő gépkocsik sebességét. A 40-60 kilométeres sebességgel haladó autók 20-30 cm-re suhannak el a zebrán haladó gyalogosoktól. Ez a vezető szinte a tized másodperceket akarja kihasználni olyan gyorsításokkal, amelyeket a következő erőteljes fékezésnél már el is veszít. A gyorshajtók, a sorozatosan szabálytalankodó vezetők nem értik, hogy egy ilyen út végére miért fáradnak ki ennyire, hiszen ahogy mondják, egész idő alatt csak ültek a kocsiban. Az erőszakos, sportos vezetés, az indokolatlanul sok gyorsítás és fékezés energiapazarlással is jár. Ilyenkor a túlfogyasztás 25-30%-ot is elér. Az üzemanyaggal takarékoskodni csak a forgalmi körülményekhez igazodó, minél egyenletesebb sebességű vezetéssel lehet.
Ez persze nem azt jelenti, hogy lassú haladásunkkal akadályozzuk a forgalmat, hanem hogy a forgalom ritmusához alkalmazkodva haladjunk. Ezt segítik elő a korszerűsödő jelzéstechnikai megoldások is. Amikor a fehér kocsi befut, a piros már 12 percet célba ért. De milyen áron? A magas átlagsebesség és a 23 kockázatos manőver jelentősen megnövelte a pulzusszámot, így idegire kimerült és jóval fáradtabb, mint a fehér kocsi vezetője, aki mindig a forgalmi folyamat ritmusához alkalmazkodva kockáztatás nélkül vezetett, és 5,5 literrel kevesebb üzemanyagot használt el. A 12 perces előny bizony nincs arányban ezzel a veszteséggel, pedig ő legalább baleset nélkül megúszta a veszélyes kalandot. Nem úgy, mint azok a gépkocsi vezetők, akiknek a helyszínre érkező mentők már nem hallhatták a szívhangját.